rosters and also some changes in the rule set. Szervusztok! Üdvözlünk mindenkit az új szezonban! Így van, a hatodik szezon kezdetét veszi Európában a mai nappal, ahol a csapatok majd azért küzdenek, hogy a rájátszásban, majd pedig hosszabb távon a világbajnokságra kiverekedjék magukat. Hosszú szezon áll előttünk, de mi itt az LCSU csapata végig közvetítjük nektek. Itt az analiz deszkel, azaz a... nem is tudom, hogy fogalmazzam, elemzői asztallal, köszönöm szépen. Itt leszünk végig, én jó magam Nironó vagyok, és ezúttal társam itt Thanatos. Szervusz Nono, üdvözlöm én és a kedves nézőket. Hát igen, itt vagyunk a hatodik szezonnál, amely ugye tudjuk jól, hogy az LCSU-nak amúgy a második éve, amit megkezdünk itt a magyar közvetítés, második éve lesz elérhető. És hát ugye az elemzői asztal is egy nagy újítás ahhoz képest, mint ahogy ez az egész kezdeményezés indult. Úgyhogy úgy gondolom, hogy használjuk is ki ezt a lehetőséget. Ugye új szezon, mindenki tapasztalhatta, hogy az előszezonban rengeteg sok újítást próbált ki maga a Riot Games a kedvenc kis játékunkon belül. És hát ugye nagy meglepetés, hogy tegnap este kijött például a 6.1-es patch, amiről gondolhatnánk, hogy jó rendben, majd mint mindig, majd a játékosok, ugye a profi ligákban játszók, majd később fognak tudni ebben úgymond versenyszerűen játszani élő adásban, de volt itt egy kis turpisság, ugyanis a Riot Games már biztosította a profi játékosoknak a lehetőséget arra, hogy mind egymás ellen, mind pedig ugye maguk között tudjanak játszani az új patch-el, tehát a mai nap folyamán tényleg hivatalosan már a hatodik szezon játékát figyelhetjük meg, az összes fejlesztés a 6.1-es az, ami a mai napon elérhető lesz. Úgyhogy igazából erről talán egy picit érdemes lehet beszélnünk, de még mielőtt rálépünk talán erre a 6.1-es útra, úgy gondolom, hogy Popiról ejthetnénk egy pár szót, mert ő még ugyebár a 6.1 előtt lett nem kicsit fölturbozva, én úgy gondolom. Nem tudom, próbáltad Nono az, hogy Popit? Próbáltam, megaláztak vele? Próbáltam, én támogató pozícióba vittem el, viszont kicsit furcsa volt számomra, mert a képességeit kihasználni nem volt olyan egyszerű, mint gondoltam. Kicsit olyan, mintha kombinálnád Vayne-t, ugye a falhozlökés képességével, akár egy lövésszel, vagy akár egy assassinnal, hiszen neki a sebzése akkor is, hogyha támogatóra épített, ettől függetlenül is a képességével hatalmas tud lenni, és ráadásul az a pajzs, amelyet ő maga köré tud vonni, meg tudja állítani a beérkező támadásokat, akár például egy Renekton-t, vagy például egy Shen-t meg tud állítani, és ezek nagyon hasznosak lehetnek a lövész megvédésében. Hogy mondod is, nem csak támogató játékosként jó, hanem eleve ez az állhatatos jelenlét nevű képessége, amiről te is beszéltél, hogy gyakorlatilag megakadályozza az ilyen távolság ledolgozó képességeket, amikben azért eléggé sok volt. Azért profiligában is például rengeteg sok leasingt láthattunk. Na, ők fönt fognak akadni például az állhatatos jelenlét falán, de ugyanúgy akár tényleg egy Renektontól kezdve nagyon, de nagyon sok hős van, aki megakad. Na már most ez pont azt jelentheti, hogyha egy Popit elhoznak a profiligába, akkor vagy tudnak olyan ellenséges kompozíciókat ezzel úgymond counterelni, megfogni, hogy ugye elveszíti a kezdeményezési lehetőséget az ellenfél, illetve ha pedig még időben, tehát amíg van ideje reagálni erre a Poppy választásra, akkor is olyan hősöket fog nagy valószínűséggel inkább választani, akikkel mondjuk a kezdeményezés például egy villanás és egy képesség, mondjuk Annie-nél ugye egy villanás és egy Tidus combo, vagy egy Alistar, ugye, ott is inkább a villanással, nyilván nem a felökleréssel, mint tudjuk. Na de, úgy fest, hogy hát igen, elkezdődik a mai nap első mérkőzése, nem volt túlságosan sok időnk felkonferálni ezt a 6.1-es patchet, viszont elkezdődik a mai nap első összecsapása. Origin, azaz Orihen játszik a Fnatic ellen, ezt a mérkőzést már láttuk még az előző szezonban. A döntőben ugye mindig az első mérkőzés az új szezonban az előző szezonnak a döntője, és ők ezt a mérkőzést kommentálni fogják nektek, nem más, mint Pierce és Darcik. Jó szórakozást kívánunk mindenkinek innen az elemzői asztalról. Sziasztok!
minden kedves nézőt a mai nap folyamán. A 2016-os Európai LCS első nyitónapján köszöntök újra mindenkit. A mai szakkommentátor számsegén az első mérkőzésen majd Darcig lesz. Szia Darcig! Szia Pirsi, én is üdvözlök minden kedves nézőt. Ahogy azt Thanatos, illetve Nono párosa remekül felvezette, az első mérkőzésünk a Fnatic és az Origin összecsapása lett, ahol már szerintem meg is említhetjük, ahogy ezt meg is tettük ugye pár nappal az LCS kezdete előtt, hogy rengeteg változás történt. Még az Origin-ben is egy-kettő egyébként, ugye az UOL üdvöskéje érkezik majd a középső ösvényre. Power of Evil, nem más, így van. Illetve Nils is eltűnik a színről, de erről ugye te is sokat tudnál mesélni. Tudjuk róla mesélni persze úgy, ahogy Zion Spartan és úgy, ahogy Incarnation és mindenki átírta a kis icipici becses nevét. Nils pedig is Sven lesz a felső esélyen, majd az amerikai, ugye Darshan és Incarnation helyett majd Jensent fogunk látni. Később a hétvégén, nem most, de mindenképpen említése méltó ez a kis csere bere is. Amíg említésre méltó a mai nap folyamán az első meccset, köszönjük szépen a Samsungnak és a Smashnak azt, hogy a stúdiónk itt lehet, és az LCS-t ugye innen tudjuk nektek kasztolni és elhozni minden egyes hétvégén heti 4 nap alkalmából, illetve a mai füles támogatást mindenkinek köszönjük szépen az Etalon Magyar Elektronikus Sport Egyesületnek, hogy kaptuk. Köszönjük! Nagyon szépen köszönjük, így van. Most pedig ugye, ahogy felsorakoznak a csapatok, egy picit beszéltünk az Origin-ről, de a Fnaticról kevesebb szó esett, ahol viszont azért radikálisabb változtatások vannak. Tehát például a felső ösvényre nem maradt Huni, aki egyébként az előző splitnek, sőt az előző évnek a nagy meglepetése volt, nem csak Fnatic szempontjából, de ugye egész Európában. Illetve a jungleben is változtatások történnek, meg hát az alsó ösvény is ugye Yellow Star, aki az első szezon óta oszlopos tagja, ugye az európai LCS-nek, most átvándorol Amerikába. Hát, elmegy. Ennek sok száma sok lehet, amit igazából mi csak tudunk, az annyi, hogy elmegy. Tehát az, hogy miért megy el, hogy mi van a TSM-nél, ami mondjuk a Fnaticnél neki nem volt, vagy a Fnatic berkén belül mi történt, ezeket mi ugye hivatalosan nem tudhatjuk, ez csak az edzőn és csapaton múlhat, hogy mit ad ki a publikációnak, viszont... Publikumnak. Publikumnak! Azt akartam mondani. Hát minden egyes adást el kell kezdeni, vagy baklövéssel, ez mai nap is sikerült, már többszörösen is. De hát ettől függetlenül mindenki egyediek vagyunk és sajátosak. Szia Darci! Amit pedig meg szerettél volna említeni, ez ugye a maradó játékosok, persze, aki Reckless és Febiben lesz. Reckless egyébként számtalan csapatnál megfordult már az európai szintéren, és most marad ugyan a Fnaticnál, de a körülötte lévők azok, akik most ott hagyják nagy részt. Uh-huh. Ugye akiket pedig még nem említettünk, az Gamsu, Noxiak, illetve Spirit lesz, akik érkeznek erősíteni. Kíváncsi, Spirit fog-e hozni Spirit Guard Udyr? Ezt el akartam lőni! Egy baki elég, egy meccse. Okay. Na, szóval hamarosan fogunk betölteni majd az első mérkőzésünkre, hát előtte lesz egy bajnok választás, és azért ne felejtsük el. Ugye minden egyes mérkőzés most már nincs óra szerint kiírva egy nap folyamán, pontosan mikor kezdődik. Ez pont annak köszönhető, hogy egyrészt valamelyik meccs lehet rövidebb és hosszabb, és az új metának köszönhetően lehet, hogy lesznek 25 perces meccsek, viszonylag sok. És lehet hamarabb fog kezdődni, mert a következő mérkőzés így, csak az lesz minden nap kiírva majd nektek, hogy pontosan milyen meccsek fognak egymás után következni, viszont az, hogy hány órakor, azt senki nem tudja. A lényeg az az, hogy összességében rövidebb mérkőzésekre lehet számítani, mint az előző szezonban, vagy egyébként bármikor a League of Legends történelmében. Igen. Illetve 6.1-es patchen fognak játszani a játékosok a mai nap folyamán, illetve a mai naptól kezdve. Tény, hogy az európai szervereken és az amerikai is a mai naptól vált ez elérhetővé, és lett élő az összes változtatás, de... Ugye a játékosoknak volt lehetőségük gyakorolni és megszokni az újításokat. Igen, na most amit mindenképpen kiemelnék, az, hogy a következő meccs ez egy olyan mérkőzés lesz, amit ugye tavaly, ha tavaly láttunk volna és tavaly láttunk, akkor ugye kicsikét más erőfölényeket tudnak egymás mellé állítani. Ugyanez a két csapat játszott Európában a döntőt is ugye tavaly a nyári szezonban, viszont most ők kezdik a tavaszit, csak az a nagy büdös helyzet, hogy igazából teljesen más felállások vannak, pontosabban hát nagyon-nagyon igazából sok a változás, ennek köszönhetően lehet, hogy nem ugyanazok az erőfölények papíron. De új LCS, úgymond új szezon, új meta, ennek köszönhetően teljesen más játékot láthatunk majd a mai nap folyamán, sőt az egész április közepéig, ami tavasszal fog minket majd érinteni, de ennek köszönhetően ezért én nagyon-nagyon-nagyon várom, sokan azt mondják, az Origin fog nyerni, nem akarok voksot tenni sehova sem. Láttuk ugye ilyen azt, hogy hogy produkált az újdonsult Fnatic akkor. Lehet, hogy három új játékos, de három olyan játékos jött, aki azért nem rossz, viszont még össze is kell szokniuk a játékosoknak. Az ilyen óta azért volt jó sok lehetőség arra, hogy gyakorolhassanak.
De azért ennyire nem mondanám azt, hogy Orion Easy Win VGVP, azért nagyon sok minden van még hátra ahhoz, hogy ezt el lehessen mondani, plusz az új metal még nem lehetek a játékosat igazán játszani. Tény, hogy a külföldi kollégák is azt mondták, hogy az Orihen tűnik most egyelőre a legerősebbnek az európai szintéren, de azért a Fanatikot jócskán besorolták a második helyre, de még úgy is, hogy rengeteg változtatásuk volt. Hiszen azért a Fanatik csapata a leges legeleje óta egy kitűnő csapat, bármilyen rostával is rendelkezzen, és hát láthatod, most is neves játékosok azok, akik erősítik. Például az alsó ösvényen egyébként én azt mondanám, hogy méltó ellenfele lesz Reckless Svennek, azaz Nilsnek. Hát már tavaly is, úristen, mit látunk Nilsről, Tristan a Carry-t, meg milyen produkciókat, tehát azért lehet mitől tartani majd az Orihennél, és ugye ami majd Reckless-től vár, oké. Reckless Sven, ez a nagyon sokszor leadtuk azt a voksot, hogy a Yellow Star miatt azért nagyon-nagyon sokat sikerült neki mindig magabiztosabban játszania az aktuális meccseken. Most ilyen Noxiák lesz ő mellette is, hogy nem Yellow Star. Hát, de azért nem egy gyenge támogató játékos. Isten menj, hát hozzá ki, és aztán főleg. Az összeszokottság az, ami kérdés, és lehet valóban. Illetve az, hogy Power of Evil a megszokott baráti körből kirántva, mennyire tud majd érvényesülni, hiszen eddig a középső ösvény gyakorlatilag mindig megnyerte, amikor nem, akkor az unikornisok veszítettek is egyébként rendre. Igen. És a különleges választásairól még mindig híres. Na már most, csak ezt egy Fanatik csapatba belevinni, parancsolsz? Csak Oriannát ne. Látunk tőle nem mindig jó Oriannákat, de látunk tőle hátrafele nyilazó Váruszt is. Igazából én ezt úgy mondanám, hogy amikor hátrányból kell játszani, akkor hajlamos arra, hogy elizgulja a dolgokat. Igen. Ez egy jó, de igen, Oriannába fordult ez a legtöbbször elő vele. Igen. Igen. Na most ugye Lulunak a választására én mindenképpen sok voksot tenni mind a két oldalom. Én mindig egy nagyon erős karakter majdnem minden ösvényre, illetve ugye a védelme a lövész kompozícióban nagyon-nagyon sokat segít Lulu. És ez a szezon, igen, a lövészekre fog szólni. Szerintem 70%-ban. Nagy részében akkor inkább, ahogy mondom. És ennek köszönhetően a lövészek megvédése elég magas szintű prior lesz majd minden egyes mérkőzésen, minden egyes csapatnál. És ahhoz a vadon szava a leges legjobb segítés, illetve plusz sebesség folyamatosan Lulutól az összes lövészre, hát azért ez egy jó lesz. Én más szempontból közelítem meg, de egyetértek azzal, amit mondasz. Köszönöm. A felső ösvényen lehet inkább több sebzést elhozni, és így én azt mondanám, pláne úgy, hogy a szurdok hírnöke is mostantól kezdve úgy elérhető, már egy jó 2-3 hónapja, így a felső ösvény is van egy célpont, amit el lehet hozni, és így a dzsungeleseknek nagyobb lehetősége nyílik oda is rajtaütéseket eszközölni, kisegíteni ezzel a felső ösvényeseket, és itt például Dyrus példáját hoznám előtérbe, hiszen ő volt az, aki mindig egyedül volt hagyva a felső ösvényen. Hogyha esetleg tovább játszott volna, most talán kikerülhetett volna a Kulimászból, de ezt ugye már nem fogjuk megtudni. Így viszont, hogyha esetleg az alsó ösvényre érkezik egy rajtaütés, cserébe a másik oldalról, tehát az ellenfél csapata a felső ösvényre is mehet, és mind a két oldalt van egy-egy célpont, tehát akkor a lemaradás talán nem szenved az egyik csapat, ha az alsó ösvényen hátrányba kerülnek. Igen, de most csak meg akartam nézni, hogy pontosan biztos az a füles van a rajtam. Oh yeah. De amúgy nem vagyok Fanatik Drucker, csak jó a fülesik. Nem húzlak ki. Kiegészítettem a mondandódat azzal, hogy nagyon szép dizájnja van a Fanatik ruhás úriembernek az ötlettárában. Szóval lényeg, hogy nagyon-nagyon nagy, szép ezek a narancsága, a fekete színek, és húzzál már ki! Szóval a lényeg az, hogy ugye az előző splitben, illetve az előző évben a Fanatik volt az, aki bezsebelte a győzelmet, ezt próbálod te is mutatni nekünk a füleseddel. Így van, így van. Amit ez egy rejtett kommunikáció volt, tudat alatti. Viszont most még mindig az Orihen az, aki esélyesebbnek tűnik. Azzal ugye nem vagyunk tisztában, hogy kék vagy piros oldalon kezdenek a Fanatik játékosai, de mivel hogy ők voltak az első helyzetek, ezért ami valószínűbb az, hogy az első tiltás jogával ők élhetnek majd, illetve az első választásával is. Oldalon fognak játszani. Nagy valószínűséggel, de ez nem volt sem úgymond könyvbe vésve, tehát nem vagyunk benne 100%-ig biztosan, de azért hátteret nézve, azt hiszem kék színű háttér van az Orihen játékosai mögött. Ha ez valid, akkor lehet, hogy kékben lesz az Orihen, de ez megint egy másik. Amit ugye kiemeltünk már az, hogy Peken nem hagyta ott az Orihen csapatát, mindezt csak egy kicsikét a háttérbe vonult, de inkább felemelkedett mutatni. Mondhatjuk azt is egyébként, igen. Ő az, aki a menedzsere mostantól a saját csapatának, illetve a középső ismére ő az, aki cserejátékosként érkezik majd, de most az első mérkezésen egészen biztosan Power of Evil fog játszani, ahogy ezt egyébként, ha minden igaz, kameraképen néha láthatjátok is. A mérkőzés még, illetve a tiltási fázis nem kezdődött meg, egy kis kommunikáció megy ide, illetve oda. Így van, kis kommunikáció megy. Szóval néha majd rá fogtok tudni tekinteni a kamerán is, hogy mégis mi az, amiért jelen pillanatban még várunk, hogy az első meccs elkezdődhessen. De látjuk, hogy a mosolynak helye van. Power of Evil nagyon mosolyog, ott meg ott vagyok.
Csak nincs bajszom. Értem én. Jó van, és megint ott vannak a nagyon szép adminisztrátor leányzók, akik persze mindenben támogatják és segítik az aktuális profi játékosokat. Ennek köszönhetően, de barom jó fülese van kedves úriembernek, de ugye valószínűleg hamarosan perceken belül a meccset elkezdhetjük. Ne felejtsétek el, hogy amíg a playoff nem kezdődik el, addig pontgyűjtés megy. A legutolsó két csapat az, aki nem fog tovább jutni a playoffba, ergo 10 csapatból csak 8 csapat megy ugye az egyenes kiesési rágrajzba, ami azt jelenti, hogy most egy jó darabig 6, lehet, hogy 6 nonon mondott valamit, de mindegy, engedjük el. Szóval megy egy darabig egy pár csapat, utolsó helyek azok nem jók, ez a lényeg. És ugye azt se felejtsük el, hogy most ugye minden egyes meccsnek mégis valahol értéke van, sőt, értéke van, mert a pontgyűjtés az elkezdődik már a mai nappal. A kedves Freak mondta azt, hogy mindenki szavazzon, ahol csak lehet, főleg Twitteren, azt, hogy melyik csapat fog az első helyen végezni, illetve melyik játékos fogja legtöbb gyilkosságot beszerezni, ezt a Rolex Sportsnak a Twitterét tudok megcsinálni majd. Nem a magyar LCSU oldalán, azt nem, ott nem lehet szavazni ilyenekre. Na de... Azt a rejtett reklámot. Hát magyar LCSU-nek igen, van egy Facebook oldala. És lehet követni. Lájkolni is! Azt mondd meg nekem, te az előbb azt jósoltad, hogy a Lulu választást, vagy tiltást, azt megjósolod a tiltás azt napra. Nem biztos, de szerintem el fogok választás, hozni. Bocsánat. Igen. Nem biztos, hogy tiltást ér. Úgyhogy összességében rövidebbek lesznek a mérkőzések. Igen. Biztos vagy ebben? Figyelj, egy-két, lövésznek egy-két tárgya már szinte elég ahhoz, hogy lehessen tornyokat ostromolni, ezt dönteni. És ha van mellett egy Lulu, aki végig támogatja, akkor mondhatod, hogy 25 perc alatt meg lehet már teljesen rektelni egy ellenfélnek a tornyait, tornyok számát úgymond, és egészen inhibitorik akár eljutni. És azért egy lövésznek a támogatottságában talán Lulu, és utána majd Jana fog tudni legtöbbet segíteni abban, hogy megfelelő sebzést okozzon ugye a tornyokra. Jól mondtam, Janát, mi? Uh-huh. Hát Jelószár nincs itt, aki igazából a leginkább szerette Jana választást, ritkán hozta el Janát a játék végén, mert ugye a szezon végén hogy tavaly inkább Aristar felé kacsingatott, és ugye inkább a több CC-vel rendelkező karakterek mellé tette a voksot. Mert ugye Jana miben a legjobb? A lövészvédésében, nem pedig a helyzet kialakításában, de ebben a szent pillanatban elkezdjük a mai nap első mérkőzését EULCS tavaszi megnyitója. Oh igen! És az első tiltás, az, hogyha minden igaz, már meg is érkezett, láthatjátok, hogy új a grafika, így egy kicsikét már trükkösebb Kindred. Is ez a széria, de így van, Kindred az, aki egy dzsungeltiltás lesz. Iszonyat mértékű sebzéssel rendelkezik ez a karakter, illetve egy olyan dzsungelesről beszélünk, aki távolsági alaptámadásokkal rendelkezik, ez ritkaság számba megy, ezen kívül pedig tessék ott a Lulu tiltás, nem pedig választás, oh, ahogy azt te is mondtad. És innentől kezdve már volt is egy jó jóslatod a mai napra. Kassadin Power of Evil ellen. Wow. Wow. Az kemény. Na ugye Lulu-nak a választása így biztos nem fog megtörténni, akkor lehet gondolkozni azon, hogy mégis milyen jellegű felsősén párbaj fog kialakulni. Ugye lehet nyugodtan, ez az általánosan jól teljesítő Lulu felsősén már nem fog megtörténni, mert ugye egy olyan karakter Lulu ugye, aki úgymond hoz egy ilyen teljesen normális szintet, szinte bármelyik ösvényen. Viszont így lehet, hogy át tudunk állni a Bruiser karakterekre, ergo a melee, azaz a közép, pontosan a közelharcos karakterekre, de Gangplank és Ryze és Tahmkent sem lesz a meccsen. Az egyetlen egy kicsikét kérdőjelesebb tiltás számomra az inkább Kassadin. Tahmkent teljesen érthető, felsősvényre vihető, dzsungelbe vihető, támogató játékosnak vihető, és mindenhol iszonyatosan erős, viszont így bennmaradt például Poppy, akit el is hoz egyébként első választásként Gamsu, rá instant ott a válasz, akivel egy Lissandra lesz. Ezzel játszhat mind Soez, mind pedig Power of Evil a középsősvén. A kérdés csak az, ugye Soezről tudjuk, hogy szereti játszani ezt a karaktert a felsősvén, és Temérdek CC-vel rendelkezik, illetve ki lehet vele játszani Poppynak ugye az ugrás megállítását. Talán ezért is érkezett ez a választás. Lissandrának viszont két ugrása is van, amit megállít Poppy. Na ez már egy nagyobb kérdés. Nagyobb kérdés lehet viszont ugye a Lissandra tavaly év végén a kiértékelés alapján ugye a legjobb junglerek közé tartozik Lissandra, a legjobb négy közé. Ergo nyugodtan játszható még az LCS folyamán is akár nyugodt szívvel. Ami sokkal inkább engem érdekel majd, hogy ha a Lissin marad, bár pedig valószínűleg önvézi kezébe egyik legjobb választás, mert baromi jól kezeli, mit fog hozni Spirit? Ugye, innentek ezzel a Rek'Sai, a Gragas, ezek mind olyan csinos karakterek, amik Lissinnek a legkellemetlenebb perceket hozzák majd el a jungle-ben. De nem kell már vele sietni a választás gyanánt, ugyanis a Lissin már tuti fix, mint a crucifix. Ergo majd jön valamilyen választás, viszont ugye a Lucian most
és Miss Fortune is egy olyan karakter, aki simán jöhet LCS-be, mint az állat. Na igen, vagy de... a Shaco. Az biztos minden esetre, hogy Amazingnek nehéz dolga lesz, bármennyire legyen edzett és legyen jó a mechanikája ezzel a karakterrel. Azt viszont még nem tudjuk, hogy vajon az a Poppy felsős vine, támogató játékosnak vagy dzsungelbe érkezik, hiszen a lehetőség a számára is adott. Még ugyan nem lett véglegesítve a jelenlegi két karakterválasztás, ami egy Shaco, illetve egy Heimer Donger lehetne. A 6.1-ben egyébként erősítették is némileg a LeBlanc választást a középső ösvénye, ugye a láncok, a békjók gyorsabban tudnak kiérkezni belőle, ez viszont egyrészt sikeresebb cseréket tesz lehetővé a középső ösvénye, másrészt a rajtaütéseket teszi összességében sikeressé, hiszen nagyobb valószínűséggel tudja helyhez rögzíteni ellenfelét Febiben. Reckless pedig Lucianezni fog, aki a lövészek közül kiemelkedő ösvény teljesítménnyel bír. Igen, hogy a metához nagyon jól párosodik ugye Lucian, mert abban a fázisban, amiben ugye az ő játékideje általában tart, valamikor a mesnek is vége van. Tehát Lucian a játék végső szakaszában igaz elgyengül a Kalisztához képest, aztán meg főleg, viszont hogyha a gyors meshez igazodunk, akkor Lucian majdnem, hogy végig tud egy egész tűrhető játék képviselőre, tehát ugye nekünk bemutatni, játékostól függetlenül. Viszont ugye a Lissandra választás, ami annyira térnék vissza, hogy ez Kínában és Koreában szinte már metapik. Mindig hozzák Lissandrát. Ergo az, hogy Soaz honnan próbál lopni a stratégiát, jó helyről teszi. Az a Lissandra az nagyon jó igazán folyton majd. Hát ő is felnéz Koreára, gondolom én. Hát azért mindenki jól tudja, hogy Korea az hol van. Bármelyik másik régióhoz képest, ezek ugye az eredmények azok mindent elmondanak, de ettől függetlenül ugye jön egy Ezreal. Na most ugye Kalisztán gondolkozott jó sokáig ugye Nils, az Sven, viszont ugye Ezreal fog érkezni, a kék Ezreal is kezd visszajönni a játékba, ahogy igazából kezdtem figyelgetni a meccseket, ergo a folyamatos misztikus lövedékek, illetve a lassítások azok megint egy folyamatos üllözés fognak majd kialakítani. De ami a Fnatic erősebb Poppyval, hogy ők be tudnak rongyolni, úgy ahogy Amazing is, úgy ahogy Lissandra is. Tehát ergo nem biztos, hogy Ezreal tud annyira majd kiemelkedni a játékban, mint ahogy elképzelte ezt Sven, de ez persze majd kiderül. Nagyon kíváncsi leszek egyébként, hogy hova érkezik az a Trundle. Meg volnék lepődve, ha esetleg támogató játékos volna, ugyanis középre, a 6.1-ben gyengítették a támogató játékos Trundle-t. Drágább a kezdeményezése, illetve a tornyokat sem tudja mostantól kezdve harapni, ami azért kulcsfontosságú volt, ez Zack, illetve Olaf. Igen, és a Poppy. Poppy tehát támogat. Akkor beszéljünk arról, hogy mikor fogod átütni a Fnaticnek az első über brutál vadállat és frontvonalát soha büdös életbe. Tehát konkrétan Olafon, Zekkel és Popin keresztül, mire odaérsz Lucianez, vagy Febiven LeBlanc-jához, ami közhírhet ugye, hogy csinál vele 8-0-15 is ugye Febiven, csak nem biztos, hogy megnyerik a meccset vele. De a szóló gyilkosságban nincs jobb királynő, mint LeBlanc. Ha ő el tud úgymond szépen kalapálni embereket idő előtt, vagy a küzdelem legelső perceiben, akkor az ember hátrányból ugye az Orihen nehezebb fog felállni ennyi tankkal szemben, akik mehetnek nyugodtan acházáig. Ez bizony egy támogató játékos Trundle. Ami azt jelenti, hogy ha létrehoz egy pilárt, amiben belelökheti Poppy az ellenfeleket, akkor az ellenfelet segíti meg ezzel a választással Mithy. Egy kicsikét kérdőjes, ugye Vayne-el is össze lehet kombozni ezt a választást, illetve Poppyval is, csak hát ha az ellenfélben van a Poppy, akkor ez megint egy nekifutásból történő öntökörugás. Mindenesetre a választások már véglegesek, mind a 10 karakter adott. Power of Evil orjannázni fog, tessék, ennek biztosan örülni is fogsz. És amit még tudunk, azok az idézői képességek, illetve azokban a különbségek, hiszen ugye több mint valószínű, hogy a rajtaütés ellen hozza Power of Evil azt a megtisztulást. Zacknek temérdek CCA rendelkezésére, amiből valamelyest szeretne majd megmenekülni a törékeny Orianna. Hát ha a beugrás is talál, akkor persze végül is két felütése is van a végső képességével, plusz a folyamatos lassítás a Zacknek. Sok fog múlni azon, hogy ki kezdeményez, én ezt igazából ezzel a gondolata le is zárnám. Tehát bármit is gondolkozom most Darcik is, bármit próbálsz összepakolni, nem biztos, hogy sok logikát találsz benne. Aki kezdeményez, mindenkit kompozíció baromi jó kezdeményezni. Akár Lissandra, akár Trundle, de vagy az Amazing rugásai. Ott is van kezdeményezés a másik oldalon is. Videó. Definitely Origin has an advantage over other teams who change their rosters. Taking two gambles has a higher chance of failure. Reckless and Febifen both need to go more to the carry role. I never really
thought highly of Power Vivo because his champion pool is not that big and he's a very predictable player. Na ez a nem semmi, apukám. Nem tudom, mennyire figyeltél vagy hallottad ki, hogy Febiben nem gondol túl sokat Power of Evil-ről. A mérkőzés egyébként közben elkezdődik, de a gondolatot még befejezném. Power of Evil azt mondta, hogy nagyon meg van határozva, hogy milyen karakterrel tud játszani, és nagyon kiszámítható játékos. Ouch. Shots fired. Na mindegy. Attól függetlenül még a térkép baromi jól néz ki. Szép csinos, mindenki szalad kifele. De már tervezni szó az, hogy legalább egy őrszemet hadd vihessen ki. De a Fnatic játékosai kapu adót állítottak föl itt a hármas nádas felsősvén bokrába. Míg azért látom, hogy ilyen tükörform alapján ugye szintén az Orion is tervezi valahogy megcibálni az ellenfél junketében levő táborokat. Szóval az egészen a második tornyáig kell, hogy visszább lépjen. Nagyon-nagyon. Otthon érzi már magát Spirit a Fnatic színeiben, hiszen a dzsungeles tárgyát is ennek az eszményében vásárolta meg. Érdekes mondani egyébként, Zach nem igazán manából tud haladni a dzsungelben, attól függetlenül a pályafutását ezzel a tárgyal kezdi meg. Illetve ugye az újra tölthető italokat egyik dzsungeles sem vásárolja, sőt, összesen egy romlás ital az, ami majd érkezni fog, ez pedig a felsősvére Gemsu kezei közé, aki egy Olaffal játszik, ugye tudjuk, hogy az ő ellenfele egy összenre, aki egy távolsági hős, tehát szeretne minél tovább az ösvényen maradni, ez tény és való, illetve ahhoz, hogy életképesen farmolni is tudjon, szüksége van minél több regenerációra is. És a vörösszere, hát nekez Spirit, ergo nincsen másik tábor, szedés első nekiputása, ebben segít neki végig az alsó esélyen párosa, lehet, hogy egy nyugodtabb és magabiztosabb kezdés ez így, ami valószínűleg majd a metába is le fog kerülni a solo queue birodalmában is. A kettes szintet egyelőre úgy néz ki, hogy az Orihan alsó ösvény párosa fogja majd hamarabb megragadni, hiszen agresszívan elkezdték előre tolni az alsó ösvényt, mivel nem igazán nyújtottak segítséget Amazing Lee Sin-jének, bár tény és valahogy akkora szüksége nincs is rá. Már most látszik a különbség a két dzsungeles között, láthatod a segítségnek köszönhetően milyen gyorsan elkezdte haladását Spirit saját dzsungelében, már most 6 minionnel. Előzi meg a Amazinget. Hittel, nagyon halad. De hát a függetlenül, hogy 2,5 percnél járunk, ami azért még nem annyira rejt túl sok információt magában, amivel lehet dönteni akármelyik játékos felől. Viszont ugye a Lee-nek a játék az első szinteken ugye erősebb lehet rajtődések gyanánt. Viszont ugye az, hogy Mitrinél kifárasztás van, míg Noxiáknál ugye égetés, ez egy olyan különbség, ami a játék végéig itt lehet. Noxiák bármikor mehet még hátézverre, és nyugodtan Mitri a célpont most már. Ebből még komolyabb küzdelem nincsen, kettes szintű meg a mindenhol játékos. És az eredeti pajzsnak köszönhetően, hogy a Reckless valamennyire nyer vissza életerőt ugye, mert a másik oldalon Mitri biztosít Svennek, csak ugye el kell hozni egy-két miniont. Igen, az nem árt hozzá. Igen. De az agresszivitás, amiről beszéltünk, az meg is van, viszont a cserékből még így is összességében az Orihan jön ki rosszabbul. Felsősvényen Amazing jöhet egy ninjába, viszont mindig figyelni kell arra, hogy Spirit bárhonnan be tud ugrani, iszonyat mértékű a rajtütés, illetve az ellenrajtütés potenciál a Zach választásban. És egyelőre jóval gyorsabban is tud haladni, mint egy Lee Sin. És hát ugye passzívjának köszönhetően még életerő italait is jobban meg tudja tartani. És persze az sem biztos, hogy miért az E képesség az ugrását húzná ugye ezek, hogy minél hamarabb, minél távolabbra tudjon beérkezni majd valamelyik rajtaütésre. Nem? Nem, csak azt mondom, hogy itt a pofátlanság megelőzi Lee Sin szintben, és nézd meg, fél életerőn van Amazing, úgyhogy már nincs, nem áll rendelkezésre visszatölt és passza. Sven pedig óriási sebzés kap, a gyújtása kiment, az égetés fenomenális időben jött. Mitri próbál még valamit alkotni, de a két emberrel szemben azért sok lehetősége nem igazán van, viszont az már biztos, hogy Nils, az a Sven, hát ebből nagyon rosszul jött ki. Ebből nagyon. Pont ebben a 6.1-es változtatásokkal érkezett Poppinak az erősítése, hogy amikor csúszik, majd utána aktiválja a Q képességét, az ugye egyből aktiválva lesz az ellenfél hős alatt. Tehát instant meg is kapja a sebzést, ezt használta ki jelen pillanatban Noxiak, és az égetésével próbálta befejezni ellenfelét, de a gyógyítás még éppen időben érkezett. Idézői képességcsere, 5. percnél még nincsen gyilkosság, de a Fnatic egyelőre már 300 arannyal vezet, és ugye pláne most a jelenlegi metában, ha valamelyik csapat megragadja a vezetést, már nehezebb visszatérni, mint a korábbiban. Nehezebb, így van, hátrányban játszani és visszahozni a meccset, főleg hogy már tornak is döltek. Ennek köszönhetően azért ez mindenképpen jelent valamit.
Viszont a felső ösvényre még azért valamennyire kitérnék, hogyha engedett kedves Darcy. Ugye eddig agresszívan játszott, ugye eddig Olafot próbálta teljesen betolni a tornya alá, hiszen óra kisebzés kap most már bármik, ha jöhet Reckless, ha kell, és érkezik Amazing. Mitri mindig megy, jó a kifárasz, és Reckless ugyanúgy, és Reckless megy be, mit is erre is nincs meg, az első gyilkosság mit jelálta meg, és van, Amazing pedig be fog ragadni, szintén meghal, Gemzo, aki megjött ugye útközben teleportal, és ezt Szóaz végignézte, nem tudott érkezni, pontosan a teleportja volt, de Spirit még azért BANG! Sverre villan! És Sverre megvan, mindig szintén bajban, jön Noxek, hogy úgy mindig menekülni próbál, de még végső képessége Spiritnek nincsen, itt további felütése már nincs lehetősége, de az állás 2-1, a fölmehetiknek. Szóaz pedig, ahogy te is mondtad, saját teleportján ül és végignézi mindez, persze közben egy kis farm visszahozatal az, amit meg jó mondtad, visszahozatala, igen. Igen, tehát lemaradással kellett, hogy szembenézzen a felső ösvényen. Ő már egyszer egyébként hazatérésre is volt kényszerítve, ezért is van nála még egy Zafir kristály és egy Dorán gyűrűje is, illetve az agresszivitás az, amit így tudott volna érvényesíteni, de két gyilkosságot köszön ennek a Fanatik. És amit te is kiemeltél, vagy ki akartál, az az, hogy pár of evil-nél is teleport van, tehát két teleporttal tudott volna válaszolni az Orihen, de nem tették ezt meg. Valószínűleg nem hitték volna, hogy ennyire aljas módon a Fnatic jön és rombol. Gorodak ezt meglepni valami, úszni, vonzás hullám, Fabian pedig menekülni, kényszerül. Egyelőre csak ugrással, ne felejtsük, hogy neki azért van égetés, hátul pedig már jön és órálkodik az igazi vértroll Mitty. Nem csak ő. Spirit! Power of Evil fejébe. Fabian pedig jöhet nyugodtan, villás még van, ki is kell jönni. Mitty, aki próbál segíteni. Jó az a bója lassításra, így legalább Power of Evil megúszta, úgymond, és Svennek azért most már ugye szinthátrája nincsen Reckless-szel szemben, de azért ő meghalt szintén. Ahogy Reckless is viszont ugye tapasztalati pontot mindenketten kb. Hasonlót kaptak, de Lucian első játék, az Lucian ugye első fázisú játéka, sokkal erősebb, mint Ezreal-é, Mitty pedig jönne vissza a saját ösvényére, de azért Noxiak mondja azt, hogy azért nem olyan egyszerű az áthaladás, kérem szépen, Amazing a sárkánál pedig vár, bármikor tud majd jönni, hogyha kell, de inkább hazamegy, ez csak kóstolgatás. Pontosan erről is van szó, Amazing egyébként már két hosszú kardot meg is vásárolt, ezen látszik, hogy mennyire agresszív szeretne lenni a játékkorai szakaszában, ezzel szemben az őrszemek kihelyezésére összpontosít egyelőre Spirit, hiszen sújtásfejlesztést ugyan nem vásárolt magának, de két őrszem már rendelkezésére áll, így gyakorlatilag egy fél látóköve már van is. Amire pedig még ki szerettem volna térni, az az Orihennek a csapat összeállítása, hiszen ők nem a játékkorai szakaszában szeretnének érvényesülni, bármennyire erről szól az a jelenlegi meta, illetve összpontosul jobban e köré, mint a korábbiak. Ők bizony a játék végső szakaszában szeretnék pillanatok alatt egy bombokombóval letépni az ellenfél arcát. Kérdés, hogy eljutnak-e addig? Hatos szintű közben Reckless, még pedig Sven nem is jól sebzés Power of Evil, a lánc is talált. Egyértelműen nyerte a cserét, mivel még egy kisebb majd a pofont kapott azért Power of Evil-től, de nem kell annyira megijedni. Ettől függetlenül Mitty, aki kapja az áldást a saját bokrába, most már a misztikus levedék találja hátul Sventől, de Noxiáknak ez úgymond le lehet seperni a válláról. Kavolyabb sebzés nem szenved még el, de hatos szintű ugye most már Ezreal is, ahogy Reckless szintén sorozatlevés van. És végzetes hullám szintén, ergo, hamarosan lehet majd szórakozni. Esetleg arra kerülne a sor, illetve attól függetlenül, hogy a gyengítések már a jégkirálynőt is érintik. A középső ösvényen mind a két mágus ezt a tárgyat fogja először megvásárolni, rengeteg aranyat kirehet ebből nyerni, ez tény és való, már csak a cserékből is, illetve a tornyok támadásából is. Viszont azért ez nem a leg... sebzés orientáltabb tárgykezdés. Ez egyszer biztos. Közben elhozta a kedves helyen a mindent látó őrszemet, amit talált a bokorban. Mindig jó az ingyen arany, és ugye a ráláthatóságnak az elvesztés az ellenfél csapattól. 9 percnél járok is azért, azt nem lehet elmondani, hogy nem esemény telen a mérkőzés, az a vonzásonál sajnos mellé, és innentől kezdve Power of Evil ki van szolgáltatva. De a legnagyobb ugye védekezési lehetőségével a vonzásonálban nem tud válaszolni Fabiannek a sebzésére, és LeBlanc fog sebezni. Én azt mondanám, sokat, hogy így is jól teljesít az ösvény, azért Power of Evil. Nem ezt mondtam, hogy nem teljesít azért jól. Is, mert van egy kis kezdeti tankossága, illetve jól tud reagálni a piszkálódásra, ami én ugye folyamatosan érkezik Fabiannak. Én is egy gyilkosságra hozom ki ezért a végső képességet, hanem farmolásra, ahogy Sven csinálta. Hát ez tök jó volt. Megy haza vásárol egyértelműen, tehát inkább megtölt az ösvényt. Kapja a kéket, Fabiben! Üdvözöllek, a második évadban Pierce már nagyon hiányoztál. Így van, ahogy mondod, a kísértett Kamzsát tette először magáéval, nem szó a felső ösvényen. Így bizony még akár egy Lissandrával szemben is megállhatja a helyét.
Ami pedig fontos, hogy a 10. percnél jelentős farmkülönbség egyetlen egy ösvényen sincs. A kéket pedig Parafiba. Nem, Amazingnek kell a mana, ne felejtsük el. Aha, tehát igen, igen. Szükség van Lee-nek a manát töltögetni. Amazing pedig ebből bosszúban az első ösvényen. Teleport, jó, szóval azt a Reckless nek sem tud mozdulni. Na ilyen, amikor szóval jön teleport, és ilyen Lissandra. Valakit kővé lehet dermeszteni. Igaz, hogy nem egy kasszilpálya végső képességre beszélünk, de végig is ugyanaz történik, megáll, és megfagy. És ebből lehet sárkát nyugodtan hozni, Spirit pedig mondta, oké, hírnök, menjen, miért is ne? Hát ott lehet, rendre, menjünk fentre. Valamit el lehet hozni a gyilkosság és a sárkányért cserébe, ez az, ami eddig hiányzott a játékból, célpontért cserébe célpontot el tud hozni a Fnatic csapata, így akkora hátrányba azért mégsem kerülnek, mint ugye például a világbajnokságon ez lehetővé vált. 6% sebzés bónusz az Orihen minden egyes játékosánál cserébe. 450 globális aranya Fnaticnak, ezt láthatjuk is egyébként, ha már 600 aranyjal vezetnek dacára annak, hogy 2-2 a gyilkosságok állása, plusz Febiven még agresszívabb lehet. Hát igen, ezzel a erősítéssel nyugodtan lehet ösvényeknek is szórakoznia. Tessék. És Power of Evil-re pedig válaszolnia. Vozzás hullám viszont Power of Evil-nek van, de égítése nincs. Ergo befejezi Lebankot, jóval kevesebb és kisebb lehetősége van, mint ugye Vice versa fordított helyzetben, de a teleport az egy óriási erősség, amivel rendelkezik kettővel is az Orihen csapata. Bizony. Ami a későbbi pozicionálásnál, helyzeteknél sokkal többet fog jelenteni. Ott van közben a lassítás Reckless-re. De ez csak egy kis piszkálás lett volna. Erre is ki szerettem volna térni, hogy a Trundle támogató játékos gyengítették. Oké, okay. Pláne egy Lucian ellen elhozni egyelőre nem biztos, hogy kifizetődik. És pont most jött a válasz közben még az alsó ösvényen, de Febiben próbál válaszol, hogy jó a vonzás hullám, hoho! Febiben pedig villani kényszerül, de ebből lassított LeBlanc lesz. Vagy lassított felvétel, és villan Power of Evil, hogy is volt az, kérem szépen, Spirit pedig bajban, jó a végsőképesség, és Amazing az egész világot átrepüli konkrétan, Gemzo, aki még takaríthat, mert ő a Pro Love, és Amazing mellé még a fejszer, de szóval az ugyanúgy bajban lehet viszonylag, és megjött Spirit még, hogy a passzijával föl kell, Mitinek pedig jó a bójája, ezzel meg lett állítva Zek, de szóval az még mindig szórakozik itt a sárkány körül, de a csere eddig egyen, jó a jégösvény közül viszont a menekülni próbál, és Noxiák pedig előbb-utóbb bajban lehet, szóval az megy, és nincs meg Noxiák, Amazing ott táncol, nézd meg, 10 életerőse, hát mi az a HP? Spirit pedig berepül a világ végéről, most van vége a küzdelemnek, 3-3. Szinte hihetetlen, hogy egy-egy gyilkosságot tudnak elhozni a csapatok egy ilyen kaotikus csatából, ne esetre... Kaotikus? Hát az igen. Hát egy picit. Igen. Vagy nagyon? De nagyon! Na, erről van szó. A lényeg az az, hogy gazdagodott egy gyilkossággal Gemszó, aki így is, ajaj! Spirit elkezdett táncikálni a pályán, szóval az pedig meg is hall, innentől kezdve Zek bárhonnan repülhet, öcsém! Mint a Boeing. Na, majd egyszer biztos. Na mindegy, szóval. A lényeg az az, hogy ismételten meghalt szó az, aki a visszajegyszer során láthatjuk is, hogy egy kicsikét túlvállalja magát. Őrszemen ült egyébként Amazing. Tehát Febiben tudta jó, hogy az Alice-en ott van, mégis belegyalogol a labdába. Megpróbálta egy kicsikét túljátszani az Orihen agyát, de a szellemeket sajnálatos módon nem lehet büntetni. Ugye itt már 3 másodperces lassítás biztos volt, Spirit egy kicsikét elkalkulálja magát, a villanással talán nem számolt, Gamsu viszont megérkezik, ő pedig megállíthatatlan a végső képessége miatt. Sajnálatos módon ugye Zach túléli passzívjának köszönhetően és nem talál az utolsó felszám, ami még egy gyilkosság lett volna Gemsunak, aki már így is jócskán megvan egyébként etetve. A gyönyörű szép Trundle megállítás pedig garantálja, hogy a Fnatic nem mehet tovább. Szóval ezt próbálja még egyébként Noxiak elkapni a támogató Poppival, viszont éppen hogy nem tudja őt befejezni, szóval ez a villanásának köszönhetően, majd utána még ott volt ugye a pörő is, hogy végleg véget vessen a csatának. 14. percet pedig le is zárjuk, és belelépünk a 15-be. Sárkány ugye még kicsit odébb lesz, de ez inkább másfél percet teendő, és Noxiák baromira agresszív. Jömézi most ugrott le ugye a visszaugrásával, és Spirit megint jókor érkezhet, de azonnal teleport a válasz Power of Evil-től. Ugyanis két teleporttal rendelkezik az Orihen, és ezzel azonnal Lissább lehet utasítani a kezdeményezését a kedves Fnatic csapatának. Probléma csak az, hogy a teleportja Power of Evil-nek elhasználódott, sárkányra pedig nem lehet fordulni, ugyanúgy a felső ösvény sem elérhető még a szurdok hírnöke, két perc még. Jönne igazából le az alsó ösvényre Spirit és Febiben, de
Az őrszemek van jó pár darab, jó a bója is, Svennek a sebzése horribilis a nagy, jó a kifárasztás Reckless-re, de ebből még gyilkosság nincsen. Noxiákra is Ford, kicsikét olyan megzavarodott volt ez a választás, ez a válaszadás most inkább Mitéktől, mert talán Reckless-ből egy villanást kitett volna húzni, hogy kicsikét komolyabban lépnek ugye oda neki, de szóval az, aki az olapfal szemben a csatát nem fogja fölvenni most már, sőt óriási sebzés kap, van tornya, de sokat csinálni, mert nem tud, végsőképes, hogy kimegy, Gemzu pedig azonnal Ragnarok lehet menni, bám, bum a fejben, meghalt, ugye így is lévig, és ja, amazing érkezés is mellé megy, nem tudom, én mondtam, ehet amúgy, de Gemzu bajban lehet, Gemzu valószínűleg meg fog halni amazing által, NEM! Jézusom. Na ne csináld! Azonnal megy a Zoom Gemzura! 4-0-0-ás alap. Sziasztok! Eddig... Na jó, erre nem lehet egyszerűen mit mondani. Passziviát is jó használja ki Gemzu, illetve gyönyörű szépen tér ki az egyetlen egy nagy sebzőképesség elől, amivel ugye Lacey rendelkezik, hiszen a rugása még épp nem volt elérhető. Tökéletes kijátszás az Orihen teljes csapatának Gemzu által. 4-0-ás olap pedig, hát sok szerencsés srácok. Noxiák pedig ugye villanással nem rendelkezik, de azért ő egy poppy, tehát ő nem fog csak úgy elmenekülni minden másodpercben. A torony pedig dől, a játék első tornya a 16. perc végén, és ugye a finetinek kedvez így egy picikét ez is, mint hogy Gemzu őrült játék. Össze. Az nem pedig beragadhatna, mert Noxiák ugye épessége tud azért falhoz kenni egy rendesen egy lövészt, viszont ugye a térugrásnak köszönhetően azért Sven tud még visszalépegetni és ezzel válaszolni valahogy egy támogató játékos poppinak főleg. De Gemzu az, aki a felső esélye most már a helyi serifnek a szerepét lassan nyugodtan átveheti, mint Red Dragban, de ettől függetlenül 6-3. De a helyi serifnek megváltozott a szerepe az elmúlt időszakban, hiszen a teljes csapat kap most már pénz összeget, hogyha a vérdíjat esetleg el tudják használni azon az olafon. Ami most már így 4-0-ban, hogyha minden igaz, 350. Csak mennyi piros pötyi jön fel rá? Négy a piros pötyi. Övézi megjött. Van egy össze. Ez egy újabb célpont. Így van. Gemzut meg kell ölni. Jön Spirit. Nézzük a spirituális erővel repül be. Boom! Amazingre Gemzu fordul. Az a Lacey lassan bajban. És jön hátulra még két ember. Négy a kettő ellen. Majd most sem Femivende. Jön szemből még Power of Evil. Ergulasson öten lesz az Orient csapata. Bejön még LeBlanc. LeBlanc még éppességgel él. Amazing válaszol. Meghalt szóaz. Nincs szóaz. És Femiben még szórakozik a saját klónjával konkrétan, de Zack az, aki a passzívet most már elveszítve meghal Power of Evil keze által, egy-egyes csere, de Gemzu nem halt meg. Ő ezt volt a célpont. Akartam mondani, neki köszönhetően azért 7-4 még mindig az állás. Igen. És a Fanatic az, aki alapvetően is vezet már több mint 3000 aranyjal a 18. perchez közeledve, az alsősvén pedig Reckless döntheti a mérkőzés második tornyát, ami további aranykülönbséget generál a két csapat között. A sárkány ugye ebben a pillanatban éjjel, de a felső ösvényen van iszonyat nagy aktivitás. Két teleport elérhető összesen, ugye a felső ösvényeseknél, a Power of Evil-nek ez a képessége nem áll éppenséggel rendelkezésre. És amiről ugye beszélhetünk, az a kék ezril. Én beszéltem róla, meg persze te is. Beszélhetünk most? Akkor beszélhetünk róla, igen. Kék ezril biztos, hogy érkezik Sven által. Én ezt satszoltam meg amúgy valószínűleg. Sőt, biztos, köszönöm. Ez most egy hát simi. Nagyon ügyes vagy. Köszönöm szépen. Gemzu pedig megy a toronyért, szó, az pedig az, aki ezt már nem fogja igazából túlságosan sokáig megállítani. Nem ő húzza a ravaszt, hanem ő szenvedi el a golyót a fejbe, hogyha Gemzu egyszer be akar majd menni. Bezom. Miti pedig találkozik Spirittel, támogató játékos a Junkeressel, Miti egyetlen most még gyengébb, hiába Trundle játszik, megjött Reckless, nincsen passzi a Spirit, de ne felejtsük el. Ha ő most összeesik, akkor instant meghal. Kiment ugye egy Trundle végső képesség, ami azért jelentős mértékű tankosságbéli hátrány az Orihen csapatának. Így egy sárkányharc kialakulása előtt azért ez jelentős különbség lehet. Talán így nem is akar majd csapatharcolni az Orihen, meg így sem. Azért még a Febivel azt mondja, hogy figyelj, én tanultam egy pár leckét. Sok-sok külföldi streamet néztem, meg Froggen, meg minden, és ugye nézd, miket lövök. Aztán Sven majdnem bele is halt. Na mindegy, engedjük is gyorsan el. Lényeg, hogy 3-0-ás torony különbséggel vezet ugye fönneltik. Ergo a map fölötti, nem tudom milyen. Irányítás. Micsoda? Irányítás. Irányítás, igen, vagy a map control. Látod ezt a filmet, a control? De mindegy. Szóval a map control az óriási, és ennek köszönhetően a sárkány felé sokkal egyszerűbben lép ki, és most nem volt ugye hírnök elhozása válaszadásul, mert eleve ugye a saját bázisa felé volt visszaszorítva a teljes Orihen csapata. Most már egyébként valószínűleg nem is lesz, hiszen 19 perc 45-nél el is tűnik a hírnök. Erre már úgy tűnik, hogy egyik csapat sem tart igazán igényt.
És ugye a 20. perchez közeledünk, amikor pedig már a baronnasor is megjelenik. Egyelőre a Fanatik az, aki esélyesebbnek tűnik egy baron harc kialakulásánál, illetve már talán van lehetőségük elhozni is azt, hiszen majd, hogy nem 35 000 aranyjal rendelkeznek, mind a két oldalt elkészült egyébként a jég királynő ölelése, és így bizony a szellemek eltűnt, ugye, a hírnökünk megölte magát, hát persze, elhújt, ez persze, van. Hát kinyírta magát, tehát így harakérít vizet az a baronodujába, ugyanis jön az ő bátyja, a tesója, ami sokkal erősebb és nagyon gyík. És nagyon csebb ez a baronnasor, ugye 20 percnél járunk, ugye 20 percnek köszönhetően történt ugye ez a transformációlázás meg. Mekkora culák, te jó Isten! Spirit veszi az életerőt, a szellemarc már ott van rajta, meg a parázsbe nem volt. Ömézi pedig úrik arrébb, viszont mit jönne válaszolni? Zöm pedig hát lőheti egy darabig ezt a spiritet, még komolyabb sérülése nem lesz rá, viszont ugye kékezni, ha majd elkészül, akkor menekülni előre nagyon nehéz lesz. Szóval a végső képessége kijön, de ez igazából csak időhúzás. Hát most már mindenki időhúzás, de már teleportja van Szóaznak, de innentől kezdve most már teljes mindegy, mert zsákutca, ebben menekülni már nem igazán lehet. De még lehet teleport, Szóaz, ott a teleport, Szóaz, el fog menni. Elviszem el, Szóaz pedig kijön teleport a reszméletlen játék, és Hemivel most foghatja a fejét, mint az állat, mert égetése kiment, mindenek kiment, nagyon meg akart ölni, és nagyon nem sikerült megölni. Egyébként szóval az probléma. Gyönyörűen tud play-re csinálni hátrányból. Kíváncsi volnék, hogyan játszik egyébként előnyből, ha egyszer láthatnám, én esküszöm, boldog lennék. Febiben egyébként a pálya minden egyes részén iszonyatosan agresszív. Láthatod, az utolsó csepp manájával is még arra összpontosít, hogy büntesse azt a Soest, és nulla manával is ugrál össze meg vissza, mert hát igen, sok szívésdi streamet nézett. Na és akkor a visszajegyzés során láthatjuk, hogy a kezdeményezés ugyan nem volt sikeres Spirittől, attól függetlenül a kék erősítése érkezhetnek, mert hát itt van Gemsu pedig Raid Boss, a kábítás Power of Evil tökéletes, két embert feldobni sikerült Poppinak, de nagyjából itt meg is halt az akció. Igen, ugye amíg a Soaz és Febiben fogócskáját néztük, addig ugye itt a kék gólem erősítésnél volt a kis hepaj, úgymond erőfitoktatás. De a játék 22. percében most már azért az 5400 arany különbség sokat tud jelenteni egy aktuális küzdelemben. Most már a második szintű tornyokért mehet el a fünetik, amikor mondjuk gondol 2-3-at, míg az Oriennek azért nagyon sok ledolgozandó hátránya van. Tehát a tornyokat is kell döntögetnie, tárgyakban is hátrébb állnak, mint a fünetik játékosai, és láttuk azt, hogy Noxiák támogató játékosként is mennyire be tud menni, és el tudja kezdeni a küzdelmet. Akár szét tudja szakítani ugye az ellenfél csapatát egy jó végső képességgel. Szóval az egyébként annak ellenére, hogy már háromszor halt farmban remekül tartja magát, ugyanezt viszont el lehet mondani mind a középső, mind az alsó ösvényre az Orihennek is. Tehát attól függetlenül, hogy gyilkosságokból sokat áldoznak és tornyokat még nem hoztak el, az ösvényen borzalmasan nem teljesítettek. A lánc már éppen, hogy csak nem tölt be Szóezre, ez igazából 80% életerejét jelentette volna, így csak egy laza 50-től szabadult meg. És ugye gyűlnek már a jelzők a kettős korokpálcáján, az Orihen esetében. Pont ezt akartam kiemelni a korokpálcáját, mert nem mindenki veszi meg Lissandrára, de most az volt, ami megmentette Febiben ellen, ugye a kedves szó, az a kis pici kis plusz életerő ugye a korokpálcájából. És hát Szóasz megint csak bajban végső képesség ki, Noxiák pedig be, Szóasz pedig viszlát. Szia, hello! Végésvény jó, és Febiben már annyira, de annyira ki akarta nyírni ezt a Lissandrát, inkább be is villani érte, biztosan biztos, Amazing pedig érkezhet. Van viszont ott egy csiri-vidi őrszem, aminek köszönhetően Lissi bajban lehet, Noxiák villan, Amazingre mindenki meg sem tud mozdulni konkrétan, és 10-4. Most már 2-0-át cserél a főnehetik csapat, a Miti pedig jönne, nincs mögötte, csak egy ez is az mellé! Spirit nem hal bele, neki élete amúgy is volt, és plusz a helyi arca Noxiáktól, mindenképp védték azt az eket. Egy de perc a sárkány, ugye az még jócskán messze van, az ingyen gyilkosságokat a Fnatic megköszönte, és nem tud még mindig reagálni az Orihen, de egyébként a pálya semmelyik pontján sem. Az alsó is mindig Gemsu uralkodik, Reckless pedig nemes egyszerűséggel csak odébb csúszik, villanása, még elérhető gyógyítása pedig majdhogy nem. És itt teljes biztonsággal még mindig uralkodik a Fnatic az idézők szurdokán. Érdekesek az, hogy Reckless amúgy az előbb az alsó ösvényen át tud torra dönteni, és a középső ösvényen. Tehát a Fnatic úgy helyezkedik és alakít ki küzdelmeket, hogy ember hátrányban. Persze van az Orient sincs ugye 5 ember alatt, de ők azért próbálnak fölzárkózni, míg a Fnatic megtehet ebben az előnyben azt, hogy Recklessnek nem kell ott lennie.
Tehát ő megy szépen előrébb, hogy tolja befele ugye a tornyokat szépen, és egészen az inhibitorig el lehessen menni. 5-0-ás Olaf és 4-1-es LeBlanc, ezek ugye a 10-ből 9 gyilkossággal sorolhatom most fel. Tehát lassan tényleg két helyi serifről beszélhetünk, de Gemzo az, akit nem tudsz levakarni magadról. Ő a Ragnarok végső képességében addig szalad, ameddig csak szeretne. Ez hagyján, de hát ideig is mekkora parti alatt volt Febiben, képzeld el, hogy most sikerült csak befejeznie a Rabadon halás üvegét, és hogy ezek után mire lesz képes, ezt igazából még elképzelni, és írtózatos, a sárkányt a 25. percben elkezdi a Fanatik, hiszen lehetőségük van rá. Ha a kis térképre tekintesz, igazából a bázisen kívül is alig merőr szemeket elhelyezni az Orihen, a sárkány környékére pedig még kacsingatni sem mernek, a baronnasor az egyetlen egy olyan célpont, amire muszáj lesz majd kimozdulniuk. Hello! Ezt hogy kéne fogalmazni? Hát nagy sebzés jött ki a kedves szóhazra, a sárkány pedig megvan, ez pedig most a második sárkány a főnevezetik csapatának, ergo Requestosan még gyorsabban tud tornyokat dönteni, ugyanis torony rombolás képesítést nyertek ebből a sárkányból a kedves főnevezetik játékosai, és Power of Evil az, aki dobálja a golyóit, ami hát a sebzés okoz, és valahol minőjogot is tud vele takarítani egyértelműen, de Gemzo az, aki még félbe, de merni mondani, hogy nyugodtan bemehetne akár Orianna alá és a torony alá, nyugodtan Miti pedig bajban lehet. De hát jön Amazing, egyértelmű, próbált kiakít rendőr valamit, Ragnarok pedig megy, és Gemzo menekülni próbál, négy ember kergeti Olafot, valaki jöjjön meg most már, elhozza Ezreal, Sven, ennek köszönhetően ő kapja a fejpénzt, és 10-5-tel pedig a főnedik három játékossal megy a középső ősvényen addig, amíg a teljes Orihen kergette Olafot, jön Szavaz, Spirit pedig bajban lehet, előbb-utóbb ki is villan, ennek köszönhetően jobbos már a pozicionálása a főnetik játékosainak, és jó a Bobby végső képesség, így repül mindenképpen, mit ilyen kicsikét odébb. Gyönyörű volt egyébként Spiritnek a helyezkedése, mert tudta, hogy nem jöhet visszafelé a középső ösvényen, mert akkor elkapják, illetve előre felé sem nyomulhat, mert akkor ugye szóval kell szembenézni. Ezért kiszámolt, hogy te figyelj kicsiket, visszamegyek még egy kicsit, itt már villanhatok, és így ez meg is történt. Az Orihen viszont fordul a baronnasorra, ott az őrszem. Van itt egy őrszem, nem tudom látod-e, Darcik, én látok. Ezt mondtam. Ja, akkor látod, akkor mindenki látja, jó van, akkor ők is látják valószínűleg. De ettől függetlenül Noxiák most jöhet majd, de jön ki a jégösvény szóval, és Febiben a célpont eddig szóval, mellett a mégis jön Spirit. De közben Szóhaz még nem most hal meg, Febiben pedig szintén a csere 1-1-2-1 Orihen javára, menekül Spirit, Rekkesz pedig válaszol sorozatlövéssel, és Gemzu, a helyi serif, addig mehet, amíg nyugodtan akar, ott a nyúlcipő lehet menni, és Sven egyes, egyedül ezt megállítani már nem, valószínűleg nem igazán fogja, és ugye Power of Evil kicsikét rossz helyen van, de neki lesz a teleportja, majd ne felejtsük el, ő hazamehet, és jöhet még segíteni valahogy Svennek, de akkor is 2v3, tehát ember hátrány van az Orihennél. Illetve ugye a 20. perc után, akkor is, hogyha nincs szipő, de automatikusan megkapod a bázisvédő kiegészítést. Igen. Visszajegyszer során láthatjuk, hogy az egyértelmű volt, hogy az Orihen kezdte el a baronna sort, majd utána próbálnak harcot kezdeményezni, mivel Febiben kicsikét előnytelenül helyezkedett el. A vonzás hullám az tökéletesen érkezett, ha mindenleg az három emberre, utána viszont, hogy a kezdeti takarítás az jó volt az Orihentől megérkezett Gemső, és onnantól kezdve nem volt megállás, konkrétan gyógyítják azt a szerencsétlen Olafot, nézd meg. 5-0-ból 6-1-be egyébként, nincsen semmiféle sebzésük arra az egy karakterre, úgy elkezdeni a harcot, hogy ő nincs ott lehetséges, de nem tudtak elég gyorsan takarítani az Orihen játékosai. És az a baj, hogy a kékezőnek egyik hátrány az, hogy az nagyon-nagyon gyorsan egy Olafot nem tud magára levakarni, mint mondjuk egy Vayne, vagy sorolhatni más lövész mellé. Ettől függetlenül 13 hétnél a 6-1-es Olaf, aki hát a első frontvonalat szinte egyedül képzi, hát ugye amikor önmagában a map kontroll, ahogy már mondtam, náluk is van ráadásul, ugye mert 0 darab torna sikerült ugye elhozni az Orihennek, ezek mind olyan kis pici dolgok, aminek köszönhetően igen, és a Fnatic diktálhat valahol. Orihennek volt egy bajnagy jó húzása, mert ha arra baronasorra nincs kit őrszem, akkor ezen is hozzák nyugodtan. Miti pedig próbál kezdeményezni a Fnatic csapatára, Gemzo pedig lassítja a trollt, és Power of Evil vonzásvonalában hiába elérhető, ha nem tudnak közel férkőzni a megfelelő sebzés hordozókhoz. Beszéltünk a meccs elején a három tankról. Ez most úgy kezd szépen lassan megmutatkozni, hogy milyen, amikor van egy Gemzo, van egy Spirit és van egy Noxiák. Ajaj, mit lehet bajban, ugye a végső képességet már elhasználta. Gemzo pedig még nyugodtan mehet, Spirit mellé úrik, jó a rugás Amazingtől közben. Gemzo még nyugodtan mehet, aki végső képessége van, ha kell majd, de közben felrobbant szóval.
Megint ember hátrán van az Orion. A végső képessége sem jött ki Lissandrának, Spirit pedig ugrik Power of Evil-re. Ez viszont mellé a sorozatban is majdnem meg is öli Power of Evil-t hátul, de ember hátrányban, pontosabban a fülöttik ember előnyben nyugodtan mehet Inhibitor Toronyer, majd pedig Inhibitor Toronyer az Orihennek, haza kell mennie életerőt tölteni, övézik pedig jöhet majd be, ha akar előbb-utóbb, de most már szabad az Inhibitor, Fabian pedig jött Sven-re! Hát mi az a sebzés, te úristen, Spirit pedig beugrik, ez fel robbant konkrétan, mint szintén, ez egy Inhibitor legalább 15 másodperc, ha jön majd szó az. Kérdés, hogy mit marad a fünetik? Menjünk, vásároljunk, van egy rakat, Della, költjük el! Arról is volt szó, még a mérkőzés megkezdése előtt, hogyha esetleg figyelemmel követtétek a PTL-t, hogy a halálidő átlagosan hosszabb és a 42. perc környékére válik egyenlővé a korábbi újraéledési idővel. Hát ezt most ki is használja a fanatik. Noxiak pedig próbálja lassítani Amazinget, így viszont sújtása a jó darabig nem tud Amazing előrukkolni, bármi nyugodtan jöhet. Hiába jött a Bobby végső képesség, nem lesz elég a mozzáshullám király, de Zack, az a Spirit sújtja végül el a barannasort. Amazing, ahogy csak lehet, őszintén ilyen gyorsan Lissit nem láttam még futni, Bakker. Konkrétan, ahogy csak akart, úgy jött. Csak hát nem jött az időben sajnos, ennek köszönhetően 16-8 az állás, Barana sorra kiegészülve, visszajátszás. Visszajátszás, ahol ugye Febiben letörli a föld színéről Svent. Konkrétan egy Q meg egy R képességből 98% életerő, majd utána Spirit beúrik és befejezi, amit ugye a csapattársa elkezdett. Ezt ugye Febiben is túlélte, mivel visszaugrott. Ez volt az első gyilkosság, amiből fordulhattak az inhibitor után a Baron Nashorra a fanatik játékosai. Noxiak pedig egyedül három ember zónázni képes volt. Életét ugyan áldozta a Baron Nashorért, de azt kell, hogy mondjam, hogy egy támogató játékos egy inhibiért és egy baronért teljesen jó. Teljesen jó. Hát, apukám, nem tudom, hogy milyen kiút van ebből a gödörből. 11 ezer aranykülönbséggel megy a Fnatic csapata. Tény is való, hogy LeBlanc azért nem tud olyan területi sebzést oldani, és úgymond jobb képessége vannak, hogy a vonzás hullámmal Power of Evil-nek egy jobb küzdelembe. De eddig majdnem minden küzdelem úgy kezdődött, hogy Febivennek a sebzése kijött. És valaki majdnem belehalt. Igaz, nem mindig haltak bele, de elkezdte Febiven. Ez pedig megint mindig ember hátrányt hoz ki. És ő Request most azért beszáll a csapat küzdelemekbe, szétfarmolta az agyát. 344 farmja van ugye jelen pillanatban, nagyon-nagyon sok, még Forgiver is megrigyelhetné. De a közéső ösvényen nincs inhibitor. Baron Nashorral kiegészülve egy dolga van a Fnaticnek, valamelyik külső ösvényt tolnia, mert a középsőre ember kell áldozni az Orihennek, mert a Super Minionok folyton folyvást jönnek. Annak köszönhetően, hogy nincsen igazán sebzése, jelentős sebzése az Orihennek, már kettős ürességpálcáját meg is vásároltak felső és középső ösvényen, de még így sem az igazi plánem egy Baron Nashor hátrányában. Jó az ugrás, kellett is. Feliben, igen, kell az ugrás, mert Feliben konkrétan hátra tolja Ezreal, teljesen kizónázza a küzdelmekből. És Inhibitor ugyan elfogyt, de Baron Nashor által feltuningolt tankminion még azért a torony távolságát kívülről is lövölözi még a tornyot. Viszont ugye közéső ösvényen látjuk, hogy táncikálna be a Fnatic, előbb-utóbb össze akarják csukni az Orion csapatát saját tornya alatt. Van rá karakter, aki tudjon tankolni, mint Gemzu, mint Spirit, akár Noxiak is nyugodtan tankolja a tornyot pár lövés erejéig, és megnyerhet a tank minion. Megint lő a tank minion, és nem tud rá kilépni még az Orion csapata, és mindeközben Gemzu, ha már teleportja van, miért nem mehetne el egy másik ösvényre? El is ment. Há, hogy a fenében, ne? Ugye Power of Evil-nek is elérhető ez a képessége, de ha megmutatja magát a Gemzúval szemben, én szerintem menten szörnyet is hal. Ugyanúgy, ahogy szó ez is megtehetné, viszont neki ugye nincsen teleportja. Villanás elérhető, de hát azt nem biztos, hogy túléli. Torony pedig dől, Amazing pedig jönne be, de ez késő lehet, még Noxiak próbálkozik hátul, és Power of Evil-nek ki kell villania. Vonzásulán pedig katasztrofális, sajnos ebben nincsen jó küzdelem, és a Fnatic csapata megint csak Inhibitort hozhat. Mindeközben mi csinál az alsó, és milyen a kedves Minion hadsereg? Bedönti a tornyot! Spirit pedig jönne be, szóval szintén a végső képessége kiment ugyan, de szóval elhal! Ennek köszönhetően megint ember hátrányban lehet. Van az Orion csapata, és az a sebzés semmiben, hát megőrülök. Hát kinő a hajam. Hát, na, igen. Nagy a sebzése, igen. Igen, maradjunk ennyiben. Jó van, köszönjük. Szóval ott tartunk. Igen, hogy a mérkőzéshez egyelőre Sven sokat hozzátenni nem tud, bár tény, hogy ő az, aki egyelőre sok gyilkosságnál ott volt az Orihentől, és fanban is ő az, aki vezeti a tabellát. Legalábbis még mindig, ha az Orihen merkein belül beszélünk. Attól függetlenül azért Ezreal, pláne, hogyha a kék ezrőről beszélünk, csak a játék végső szakaszán lesz igazán idegesítő, és egy Olafot lerázni ő sem képes.
mert amikor érkezik a Ragnarok, akkor semmiféle lassítás nem hat ugye arra a karakterre, aki átgyalogol a folyamatos sperma lassításon, ami ugye Ezreal-nek megadatott, Febiben pedig, ha a lánccal nem is talál, a kéket akkor is elhozza. Ó! Oh. Oh. Bicsoda, ne fagsz, kérem szépen! Gamsonnak megint Gamson, kerek lesz, megeszi! Között nem érdekli, hogy jön egy végzetes hullám! Hallod, csikizi! Hát megcsikizte! Az a bonz, végzetes hullám ugye Ezreal-től, nem. 7-1-3-as, Olaf! Itt minden van rajta, ami nem kéne, mármint a ellenfél szemével nézve. Az Olaf, az nem fog egy könnyen meghalni. Ugye még a középső ösvény inhibitorra nem élet, de bocsá, most élet meg, vissza, minden egyszerűen meg lehet azt is ölni, de minden egyes inhibitor szabadon van. A fünnetik csapattal szépen lassan felépíteti a támadását, akár az utolsó támadását is, ugyanis ez itt egy baromi nagy hátrány. Hát, ma ebben egyetértünk, 15 ezer arany az nagy hátrány. És ugye a 35. Szóval az pedig jönne Noxiak, a célpont egyértelműen nem jó, már jönne is ez a szóaz. Spiri pedig beugrik innen, de keze pedig már szóazak, nem volt lehetősége menni. Ezri még ugyan hátul, de jön. Ugye Noxiak, jó a felütés, Reckless szintén ülekezik is. Febiben pedig jöhet radírozni. Így van, óriási a sebzése, és még mindig él. Mellé a lánc, önmézi meg fog halni hátul, és Gemzu a helyi serif. Ez egy totális tiszta ász. Ember veszteség nélkül a fűnetik csapata 22-8-ra több mint 17 ezer arany különbséggel szétverte az Orihent. Na ezért ne így jár előre a medve bőrére. Bum, GG. Milyen jó, hogy ezt pont te mondtad. Na mindegy. Így van, az Orihen elveszti az első mérkőzést, ugyanúgy, ahogy a nyári alapszakasz döntőjén is. De én azt mondanám, hogy összességében a választásokkal már megnyerte a Fnatic ezt az összecsapást. Ez egy kicsikét lehet, hogy korai kijelentés, de a csapat összeállítása az Orihennek borzasztóan szétszórt volt, összeszedetlen. Mintha nem teljesen gondolták volna át, hogy mi az, amit játszani szeretnének, és a játék végső szakaszára akkora hangsúlyt helyeztek, hogy a korait azt ki is törölték a játékból. Tény, hogy volt egy Lee Sin Amazing kezei között, de ő nem igazán hozta a vártat és a kötelezőt ezzel a karakterrel. Lehet ezt így is fogalmazni, vagy inkább mondanám azt, hogy a Zac választás nagyon-nagyon sok olyan gyilkosság volt, amit Zac fejezett be. Igen. Nagyon sokat is ugye a Febiben az első sebzés ontás után azt csinált, amit akart, visszább is lépett nyugodt szívvel, és ezt meg elszenvedtem, hogy később az aktuális szélpontja, mert Zac igenis be tud ugrani, ahova csak akar, és befejezni ki az utolsó gyilkosságot, ugye akár ha az kell. Ezt láttuk Svennél is, láttuk Ömézinnél is, bárkire majdnem egy Spirit tudott érkezni, és ez megint egy jó választás volt, és baromira tankos. Tehát nem egy Lee Sin, azért bármit is bárki bármit akar megfogalmazni, mondani, Lee Sin az egy nagyon papír karakter ez a játék végső szakaszában, hiába épít tankot, tehát el lehet őt felejteni majd később, viszont ugye Zac az, hát az nem lesz papírkutya. És egyébként gyönyörű szépen ki is használta a minden egyes képességét Spirit, tehát amikor majdnem meghalt, akkor is összeszedett három kis bogyót, amit eldobott korábbiakban, és félelterem volt ismételten. És ezzel még csak a dzsungeleséről beszéltünk a Fnaticnak. Gamsu a felső ösvényen vadállat volt, én ide többet nem is mondanék egyébként. Vadállat. Megszerzett két gyilkosságot, majd utána kettő hozzá vándorolt, és onnantól kezdve viszontlátás. 6-1-es Olafot, mikor látod, hogy magad felé jönni, többit csinálsz? Nem sok esélyed van egy Olaf ellen elmenekülni, mondhatni, és azért Gamsu elég hamar átalakult Voldemortá, vagy nem tudom, mit mondjak. A probléma az, hogy összerakott egy olyan kompozíciót az Orihen, amivel a játék végső szakaszában még akár nyerhettek is volna, bár tény, hogy áthatolhatatlan tankjai voltak a Fnaticnak, de ezen most egy pillanatra lépjünk túl. És mégis a játék korai szakaszában akartak igazán megjátszani dolgokat. Egy kicsikét át is fogalmaznám, tehát a játék középső szakaszában tudtak volna felrobbantani bárkit az Orihen játékosai, de a korai szakaszban próbálták érvényesíteni a képességeiket, amik akkor még nem voltak, a kezdeti tárgyakat nem tudták befejezni, és így a folyamatos hátrányt ők építették fel maguk ellen, és adták oda a Fnaticnak, akik ezt iszonyat módon ki is használták, és a hármas torony előny az, amit te is kiemeltél, onnantól kezdve én azt mondtam volna, hogy aláírta a végrendeletét. Hát egyrészt nem sok esélye volt ugye már a három torony hátrányból ugye megfelelő hívásokat kezdeményezni egy adott pályán, amit nem lát az Orihen csapata, mert a Fnatic azt egyetem jobban látta. Úgy tudod, hogy mögöttünk van idéző szurdaka? Csak úgy gondoltam, hogy itt van valahol a mid középső esmény lágod. És akkor elemezzük, tudod? Nem fogunk elemezni, de köszönjük szépen az új hátteret NTRKLL-nek. Ezt még egyszer. NTRKLL-nek. Köszönöm. Ugyan kérlek. Csak elhagyatod. Mit csinálsz? Semmi. Jól van akkor. Szóval ez egy nagyon jó meccs volt, és most belezavartál, látod? Az biztos Isten, hogy szerintem egy nagyon jó nyitó meccsünk volt.
Tehát én reménykedtem abban, hogy jó meccs lesz, és mindenki azt mondta, hogy Warrior easy win. Nem. Fnatic nyert, ennek köszönöm, hogy jó meccsel kezdtük, de ha már van egy magyar analyst deskünk, ott a másik oldalon, akkor át is adjuk a szót nekik hamarosan. Addig is sziasztok! Sziasztok! Easy to snowball for us. We met the WQ 1-2. So it was like just snowballing from there. Like the other lanes went pretty much equal. And we just used this one advantage that we got and we just tried to snowball it and snowball it clean. Yeah, I mean, Gansu went massive in that game, but talking about those Koreans, how is it like communicating with them in-game? How good is the communication between you guys and the Koreans? Is there a divide there, or is it just super easy to talk to them? I would say in the first day when they arrived, was like the communication was like really low, and we had like use our hands and whatever to understand each other. Hűha, ez aztán izgalmas mérkőzés volt. Be kell valljam, én egy kicsit meglepődtem, hogy őszinte legyek. Én egy Orihen sikert vártam ezen a mérkőzésen, hiszen a Fnatic sokat változott, új játékosok érkeztek, amit az IML láttunk tőlük, az nem volt meggyőző, és az Orihen egyben maradt, csak pár a fiúból csatlakozott a csapathoz, és azt gondoltam, hogy ebben a metában ők sokkal jobban fognak tudni teljesíteni, arra nem számítottam, hogy Gemsu ilyen szinten beleillik majd a Fnatic csapatába. Hát jó, hát kezdjük akkor Gemsuval. Egyetértek, hogy a mostani teljesítménye az hihetetlen jó volt, de ehhez azért az Orihen nagyban hozzájárult. Tehát elhozott egy olyan csapat összeállítást, ahol a legfőbb sebzés hordozó közül kettő is mágikus sebzéssel rendelkezett. Mit csinál egy Olaf? Fogja magát és elkezd építeni azonnal egy szellemarcot, főleg akkor, amikor nyilván az ösvényen is egy ilyen mágikus sebzéssel rendelkező hős ellen van. Ráadásul szóval az alapvetően nem tudott amúgy mit kezdeni Csórikámmal, hiszen a rengeteg sok tömegirányító képessége, amivel rendelkezik egy Lissandra, igazából fabatkát sem ér, főleg amikor a Ragnarok képesség megvan, és ugye még ráadásul például az őrült rohamok képessége Olafnak, amivel még extra gyógyítást rak magára, életet is lop, az azért jó egy Lissandra ellen, mert ő nem képes egyben nagyon sok sebzést kiadni. A jégszilánkok az igazán nagy sebzés forrása annak a hősnek, és annak azért csak van 2-3 másodperc töltési ideje, nyilván a tárgyaktól függ, és ez idő alatt Olaf kihasználja a passzívját, mindent, és letépi az arcodat. Szóval aznak nem volt esélye, innentől kezdve pedig gyakorlatilag Gemsu teleportokkal, mindennel, tudott elmozdulni az ösvényéről, meg hát esetleg meg tudta alázni, szóval azt a éppenséggel arra járt. Tehát Gemsu hős választása alapvetően jó volt így Lissandrával szemben, ráadásul ugye az, hogy még egy Orianna jött a középső ösvényre is, tehát nem is fizikai sebzésű, így a későbbiekben is megállíthatatlan volt még ez az Olaf, hiszen már az elejétől rendelkezett pénzzel és mágikus ellenállással sokkal nehezebb volt megállítani, nem is nagyon sikerült. Utólag ez az Ezreal választás nem tűnik túl jónak Zvent, azaz Nils-től, hiszen ő az a karakter, akit úgy igazán nem mehetünk ki, hogy ő lesz a lövészek közül a utolérhetetlen, nem úgy Lucian, vagy akár Miss Fortune, talán még Caitlyn-t is ide sorolhatjuk, akiknek jelenleg hatalmas sebzésük van, és még tudják ezt görgetni, akár még egy Jinx-et is ide sorolhatnánk, bár ő már egy kicsit kiesett ebből a dologból, de ezért értem én, hogy a kék ezért tankok ellen kiválóan tud működni, hiszen elmenekül, ez Olaf ellen pont nem ér semmit, hiszen amint kijön a Ragnarok, ő is lesz dalá. De tudod, ki ellen érhet valamit? Egyedül Poppy ellen, hiszen egy Lucian, egy Graves, vagy akár egy Caitlyn, hogyha az állhatatos jelenlét ott van a közelben és benne van a körbe, te nem csúszol már ki onnan, az szinte teljesen biztos. Tehát a Poppy ellen egy olyan hőst akart hozni igazából Nils vagy Zven, ugye most már, amivel esetleg el tud menekülni. Hát, ennyit erről, az eredményt tudjuk, tehát és nem vár be annyira. Poppy volt az, aki ráadásul minden a végső képességeivel, például amikor ellökte akár Lee Sin-t is, akkor remekül tudott működni a csapatharcok kialakításában, ugyanígy Febivel, LeBlanc-nal a középső ösvényen, és így akár 5-3 elleni szituációk is kialakulhattak, attól függően, hogy ez a két karakter hogyan tudta megállítani az ellenfélnek vagy az érkezését, vagy pedig magát a menekülését. Igazából gyakorlatilag már volt arról szó, pontosabban nálunk még nem, de az a lényeg, hogy a mostani meta alapján olyan összeállításra van szükség, ami az elején üt nagyon nagyot, mert a tornyok is könnyebben dőlnek, alapvetően a mérkőzések is, az egész játék mechanika úgy van kitalálva, hogy a rövidebb
mérkőzés időkre van. Gyorsabb, pá. Így van. És a Fnatic és az Orient mostani mérkőzése nem volt rövid, de az elején el tudott húzni a Fnatic. Már azért, mert a csapat összeállítása sokkal inkább fókuszorientáltabb volt, sokkal több volt a kezdeményező képesség bennük, és jobban tudták kihasználni ezeket, és főleg azért is, mert az ösvényfázisokban, ugye, ha már előre teszel szert, az ösvényfázis a játék elején van, az erőnyt is a játék elején szerzed meg, és egy ilyen metában ez óriási előnyt jelenthet. Igen, viszont ami nem volt jó fókusz, az Oriannának a végső képességei. Parafiből mondhatjuk azt, hogy hozta a szokásost, hogy Oriannával nagyon sokat rontott. Volt egy-két szép vonzás hulláma, két-három emberesek, de azért annyira csatákat megfordítani nem tudott. Próbálkozott egy baron lopása is, amit már láttunk tőle, de ezúttal ez nem sikerült. Spirit sokkal jobban figyelt a sújtására, mint az akkori ellenfél, és ezt sem sikerült elvinni. És alapjában véve is Febivennel szemben alul maradt, és ez nem tudom, hogy mennyire fér bele a jelenlegi metában is, akár hogy a középső ösvényen ilyen csúnyán kikapjon valaki. Igen, és állás mondjuk egy LeBlanc ellen, aki ugye Darcig is többször említette, hogy az Assel is békjó például gyorsabban talál. Alapvetően az a kombó, amit le lehet tolni egy jó kis LeBlancra, főleg hatos szint után, és ami az igazán nagy sebzés osztja ki, az ugye így még teljesebb lehet, hiszen a gonoszság gömbjéből a másodikat, ugye elnyom egyet, mesteri varázslat még egy, és annak a jelzőjét egy asztalis békjóval, hogyha semlegesíti, akkor irgalmatlan nagy sebzés, az instant halál. Na ez sokkal könnyebb kivitelezni, és alapvetően mi a jó LeBlancban? Hatos szintől kezdve ezt az irgalmatlan nagy sebzés ki tudja magából adni. Mi van a hatos színnél? A játék korai szakasza, és megint az előző gondolatmenethez megyünk vissza, sokkal jobban tud egy LeBlanc a játék elején érvényesülni, mármint az elején érvényesülni egy Oriannához képest, szerintem legalább. Ráadásul emellé a hatalmas sebzés mellé rendkívül jó mozgékonyság is párosul, hiszen ő is, amit meglépi a hatos szintet, egy ideális esetben háromszor is tud távolságot csökkenteni, vagy távolságot növelni attól függően, hogy üldöz, hogy menekül, hiszen a villanása mellé van még két ugrása is, amelyet egyébként először maxolt ki magának a képességei közül, úgyhogy nem is a varázsgömb volt a fő sebzése, hanem sokkal inkább a ráugrás, ennek köszönhetően tudta felrobbantani a pecséteket, amelyek így nagyobb sebzést tudtak kiosztani. Igazából szerintem, ahogy már többen is mondtuk, ez egy nagyon jó mérkőzés volt, rengeteg sok érdekességet látunk, főleg ugye azért nagyon nagy volt a kontraszt a hősválasztások és amúgy a játékos mechanikák között is az előző szezonhoz képest, de hát van még ma hátra négy darab mérkőzésünk, ugye az Elements és a G2 eSports fog összekapni és csapni is a következőkben, úgyhogy hamarosan jövünk vissza, szerintem egy rövidke szünetre azért úgy érzem, hogy elmegyünk még előtte, mi is kipihenjük ezt a Fnatic Orient mérkőzést. Így van, maradjatok velünk ti is a következőre. Sziasztok!